Igen. Patai Vilmos, Fidesz. Igen. Dr. Pesti Imre, Fidesz. Igen. Pichler Imre László, Fidesz. Igen. Pintér László, Fidesz. Igen. Pócs János, Fidesz. Igen. Pogácsás Tibor, Fidesz. Igen. Pokorni Zoltán, Fidesz. Igen. Polics József, Fidesz. Igen. Dr. Pósán László, Fidesz. Igen. Potápi Árpád János, Fidesz. Igen. Pörzse Sándor, Jobbik. Nem. Pősze Lajos, Független. Igen. Puk László, MSZP. Nem. Dr. Puskás Imre, Fidesz. Igen. Dr. Puskás Tivadar, KDNP. Igen. Rácz Róbert, Fidesz. Igen. Dr. Répási Róbert, Fidesz. Igen. Dr. Rétvári Bence, KDNP. Igen. Révész Márius, Fidesz. Igen. Ríz Gábor, Fidesz. Igen. Ríz Levente, Fidesz. Igen. Rogán Antal, Fidesz. Igen. Román István, Fidesz. Igen. Rónaszékiné Keresztes Mónika, Fidesz. Igen. Rozgonyi Ernő, Jobbik. Nem. Rubi Gergely, Jobbik. Nincs jelen. Dr. Rubovszki György, KDNP. Igen. Sági István, Fidesz. Sági István, Fidesz. Igen. Igen. Nem hallottam. Dr. Salamon László, KDNP. Igen. Sáringer Kenyeres Tamás, KDNP. Igen. Sejrin Gábor, LMP. Nem. Dr. Schiffer András, LMP. Nem. Schmidt Csaba, Fidesz. Igen. Sön Péter, Jobbik. Nem. Sebestyén László, Fidesz. Igen. Dr. Selmeci Gabriella, Fidesz. Igen. Dr. Semjén Zsolt, KDNP. Igen. Dr. Sesták Miklós, KDNP. Igen. Sesták Oszkár, KDNP. Igen. Dr. Simicskó István, KDNP. Igen. Simon Gábor, MSZP. Nem. Dr. Simon Miklós, Fidesz. Nem. Simon Gábor, MSZP van még. Ki maradt? Igen. Jó. Dr. Simon Gábor, MSZP. Nem. Simonka György, Fidesz. Simon igen. Miklóst, igen. Schneider Tamás, Jobbik. Nem. Soltész Miklós, KDNP. Igen. Dr. Sós Tamás, MSZP. Nem. Spaller Endre, KDNP. Igen. Dr. Stágel Bence, KDNP. Igen. Dr. Staud Gábor, Jobbik. Nem. Dr. Steiner Pál, MSZP. Nem. Szabó Csaba, Fidesz. Igen. Dr. Szabó Erika, Fidesz. Igen. Szabó Gábor, Jobbik. Nem. Szabó Imre, MSZP. Nem. Szabó Rebeka, LMP. Nem. Dr. Szabó Tamás, Fidesz. Igen. Szabó Tímea, LMP. Nincs jelen. Szabó Vilmos, MSZP. Nem. Szabó Zsolt, Fidesz. Igen. Dr. Szakács Imre, Fidesz. Igen. Szalai Ferenc, Fidesz. Igen. Dr. Szalai Péter, Fidesz. Igen. Dr. Szanyi Tibor, MSZP. Nem. Százfalvi László, KDNP. Igen. Szatmári Kristóf, Fidesz. Igen. Szávai István, Jobbik. Nem. Szedlák Attila, Fidesz. Igen. Dr. Szekeres Imre, MSZP. Nem. Szekó József, Fidesz. Igen. Székiné Dr. Strémi Melinda, Fidesz. Igen. Szijjártó Péter, Fidesz.
Igen. Szilágyi György, Jobbik. Nem. Szilágyi László, LMP. Nem. Szilágyi Péter, LMP. Nem. Dr. Szili Katalin, független. Igen? Nem. Bocsánat. Szolár Tibor Zoltán, Fidesz. Igen. Szűcs Erika, MSZP. Nem. Dr. Szűcs Lajos, Fidesz. Igen. Talabér Márta, Fidesz. Igen. Tálai András, Fidesz. Igen. Tamás Barnabás, Fidesz. Igen. Dr. Tapolcai Gergely, Fidesz. Igen. Dr. Tarnai Rihárd, KDNP. Tassó László, Fidesz. Igen. Tesseli Zoltán, Fidesz. Igen. Dr. Tiba István, Fidesz. Igen. Igen. És Stefán Zsolt, Fidesz. Igen. Dr. Tilki Attila, Fidesz. Igen. Tóbiás József, MSZP. Nem. Tóth Csaba, MSZP. Nem. Tóth Ferenc, Fidesz. Igen. Tóth Gábor, Fidesz. Igen. Dr. Tóth József, MSZP. Nem. Dr. Tóth József, Fideszből. Igen. Törő Gábor, Fidesz. Igen. Tukacs István, MSZP. Nem. Dr. Turikovács Béla, Fidesz. Igen. Ugi Attila, Fidesz. Nem szavazhat. Igen. Dr. Újhelyi István, ülésvezető elnök, nem szavaz. V. Németh Zsolt, Fidesz. Igen. Dr. Vadai Ágnes, MSZP. Nem. Tömegek. Vágó Gábor, LMP. Nincs jelen. Vágó Sebestyén, Jobbik. Nem. Vantara Gyula, Fidesz. Igen. Varga Gábor, Fidesz. Igen. Varga Géza, Jobbik. Nincs jelen. Nincs jelen. Dr. Varga István, Fidesz. Igen. Varga József, Fidesz. Igen. Dr. Varga László, MSZP. Nem. Varga László, KDNP. Igen. Varga Mihály, Fidesz. Igen. Varga Zoltán, MSZP. Nem. Varga Tamás, Fidesz. Igen. Varjó László, MSZP. Nem. Dr. Vas Imre, Fidesz. Igen. Vécsei László, Fidesz. Igen. Dr. Vejkei Imre, KDNP. Igen. Dr. Veres János, MSZP. Nincs jelen. Víg László, Fidesz. Igen. Vince László, Fidesz. Igen. Dr. Vinnai Győző, Fidesz. Igen. Dr. Vitányi István, Fidesz. Igen. Vitányi Iván, MSZP. Nem. Volner János, Jobbik. Nem. Vona Gábor, Jobbik. Nem. Dr. Völner Pál, Fidesz. Igen. Winter Mantel Zsolt, Fidesz. Igen. Wittner Mária, Fidesz. Igen. Zékárpád Dániel, Jobbik. Nem. Zagyva György Gyula, Jobbik. Nem. Zakó László, Jobbik. Nem. Dr. Zombor Gábor, Fidesz. Igen. Dr. Zsiga Marcell, Fidesz. Igen. Zsigó Róbert, Fidesz. Igen. Tisztelt Országgyűlés! A szavazatok összeszámlálásának ideje alatt a társsorozatba vételi kérelmek megtárgyalásával folytatjuk munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! Az LMP képviselőcsoportja a házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön a Fenntartható Fejlődés Bizottsága által elutasított, a fenntarthatóság szempontjának a kereskedelmi központok működésében történő érvényre jutatásához szükséges törvénymódosításokról szóló
T/2601-es számú törvényjavaslat társsorozatba vételéről. Megkérdezem az előterjesztőket, hogy kíván-e valaki a társsorozatba vételi kérelmet indokolva szólni 5 perces időkeretben. Szabó Rebeka képviselőasszony, jönni a szó. A tisztelt országgyűlés, meg arra kérem, hogy hallgassuk meg képviselőasszony, mert igen nagy lett az alapza itt a köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim! Azért volt szükség arra, hogy ezt a törvényjavaslatot így külön a plenáris ülésen kérelmezzük, hogy tárgysorozatba vegyék, mert az első benyújtása alkalmával az ezt tárgyaló fenntartható fejlődési bizottság kormány többsége ezt elutasította. Elnézést, képviselőasszony, azért szakítom félbe, mert ismételten megkérem a képviselő hölgyeket, urakat, hogy hallgassák meg képviselőasszony hozzászólását. Biztos nagy az izgalom a név szerinti szavazás eredménye miatt, ezért ez a háttérzaj, de így nem tudjuk a munkánkat folytatni, úgyhogy képviselőasszony. Órát visszaállítanám? Órát természetesen kezelem majd. Jó, rendben, köszönöm. Tessék parancsolni. Tehát, mint az előbb próbáltam önöknek elmondani, azért volt arra szükség, hogy így a plenáris ülésen kérelmezzük ennek a törvényjavaslatnak a tárgysorozatba vételét, mert amikor ezt először benyújtottuk, akkor az ezt tárgyaló fenntartható fejlődési bizottságnak a kormány többsége ezt elutasította. Az az igazság, hogy mi bízunk benne, hogy ez az elutasítás ez pusztán a véletlen műve volt, vagy valamiféle félreértésből adódhatott, hiszen ennek a javaslatnak a céljai teljes mértékben összecsengenek mindazzal, amit a kormány képviselői rendszeresen kommunikálnak a sajtóban, illetve itt a házban is, és illetve amelyet a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárától is hallhattunk a mai napirend előtti felszólalásomra adott válaszában. Ugyanis a szóban forgó törvényjavaslatunk azt célozza, hogy újra szabályozzuk a kereskedelem infrastruktúráját, és helyreállítsuk a helyi termelés és a helyi kiskereskedelem versenyképességét, teret adjunk a helyi piacoknak, felélesszük tulajdonképpen a magyar vidéket, mindezt a gombamód elszaporodott kereskedelmi központok további hasonlóan kontrollálatlan építésének megakadályozásával. Ezért a törvényjavaslatunk lényege, hogy egy fél éves építési moratóriumot kérünk a plázákra és hipermarketekre, amely idő lehetőséget adna a kormánynak arra, hogy kidolgozzon egy pontos és átfogó, komplex szabályozást ezeknek a kereskedelmi központoknak az építésére. Azt gondolom, hogy bizonyára önök is láthatták az egész országban, hogy milyen káros hatásai vannak az átgondolatlanul épült kereskedelmi egységeknek. Amikor ezeket építették, nem voltak tekintettel az adott település sajátosságaira, emiatt sok helyen kiürültek a városközpontok, számos kiskereskedelmi egység, magyar családi vállalkozók által üzemeltetett kisbolt ment tönkre, ezáltal ugye munkahelyeket veszítettünk, illetve ezek a nagy hipermarketek rossz hatással vannak a vidéki települések környékén lévő helyi mezőgazdasági termelésre is. Ugye tudják azt, hogy ezek a hipermarketek egész Európára kiterjedő beszerző cégektől vásárolnak, és az egyetlen szempont az alacsony ár, tehát így jöhet létre az a groteszk helyzet, hogy sokszor még a kereskedők is elismerik. A vásárlók ugyan keresik a magyar árut, de nem tudnak ezzel szolgálni számukra, mert a központtól nem ezt kapják. Számos helyen bezártak a már kialakult helyi piacok a hipermarketek miatt, mert a termelők nem bírják a versenyt. Tehát én azt gondolom, hogy hosszan tudnám még sorolni ezeknek a káros hatásait, ezért gondoljuk azt, hogy egy olyan új szabályozásra volna szükség ezeknek az építésére vonatkozóan, ami alapvetően közösségi alapon történik. Ugyanakkor a törvényjavaslatban ezeket a konkrét tartalmi elemeket nem rögzítettük, ezért is gondolom azt, hogy a tisztelt képviselőtársaimnak könnyebb lesz talán támogatniuk ezt a javaslatot, hiszen a konkrét tartalmi elemek kidolgozására önökre, illetve közösen fogunk ebben részt venni. Minden esetre azt azért szeretném elmondani néhány dolgot, hogy mi az, amit mi nagyon fontosnak tartanánk szabályozni a kereskedelmi központoknak az építésére tekintettel. Egyrészt nagyon fontos lenne, hogy ilyen központ csak úgy létesülhessen, hogy a beruházásban érintett mindenfél alkosson egy kerekasztalt, tehát ne csupán a helyi önkormányzat döntse el azt, hogy engedélyezik-e ilyen nagy kereskedelmi központok, hipermarketek építését. Ebben részt vennének a szomszédos önkormányzatok is. Ugye nagyon fontos, hogy ezeknek a kereskedelmi egységeknek a hatása nem csak az adott településre, hanem a szomszédos önkormányzatokra is kiterjed. Részt venne benne a helyi bolttulajdonosok képviselői, a kereskedelmi és iparkamara, illetve az illetékes állami főépítész. Szintén nagyon fontos lenne, hogy részletes hatástanulmányok elkészítése előzze meg ezeknek a kereskedelmi központoknak az építését, és ezeknek a hatásvizsgálatoknak a hatásterületen fekvő települések mindegyikére egyenként kéne kiterjedniük. Szintén fontos, hogy a meglévő hagyományos piacoktól vagy vásárcsarnokoktól határozzák meg a távolságot, és ezt a hatástanulmányok alapján természetesen úgy kell meghatározni, hogy ez ne tegye tönkre ezeket a hagyományos piacokat.
Fontos lehetne még az is, hogy az iparűzési adót megoszták a hatásterületen, tehát ne csak az az önkormányzat kapjon belőle, aminek a területén van a hipermarket, mivel ugye nagyon jól láthatjuk, hogy a negatív hatások a környező kis települések, illetve településekre is kiterjednek. Tehát összességében a célunk az, hogy egy olyan európai minták alapján kialakított szabályozás szülessen, ami megvédi a települések város szerkezetét, a helyi termelőket, a kiskereskedőket, és a beruházók számára is kiszámítható beruházási környezetet teremt. És mindezek azt gondolom, hogy olyan célok, amelyek fontosságát a kormány is rendszeresen hangoztatja, illetve a Nemzeti Vidékstratégiában is ezzel összhangban álló célokat fektetett le. Tudjuk azt, hogy ez a törvényjavaslat önmagában nem elegendő a fenntartható kereskedelmi rendszer létrehozására, de azt gondoljuk, hogy egy nagyon fontos első lépés lehet ennek irányában. Én ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ennek a tárgysorozatbevételét. Köszönöm. Ha képviselő urak figyeltek volna akkor, amikor nagy volt a zaj, akkor jeleztem, hogy adok hosszabbítási lehetőséget képviselőasszonynak, mert hogy az ő idejéből vettük el. Tehát nem kell figyelmeztetni az elnököt. Én figyeltem, önök kevésbé. Most a frakciónkénti egy képviselő hozzászólási lehetőségére térünk rá. 2 perces időkeretben elsőként Kepli Lajos képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakciója a javaslat céljával egyetért, ezért támogatja annak tárgysorozatba vételét, és bár a bizottsági ülésen már kifejtettük, hogy milyen aggályaink, problémáink vannak a javaslattal, azonban úgy gondolom, hogy ezek az általános vitában majd, illetve módosító javaslatokkal orvosolhatók. Alapvetően nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen egy ilyen kezdeményezés. Amivel nekünk problémánk volt, az például ez a fél éves, az előterjesztők által javasolt fél éves időszak, amit nagyon rövidnek, illetve semmire sem elegendőnek tartunk. Ezt javasoltuk legalább egy évre kitolni, de mondom, ezek mind olyan dolgok, amiket módosító javaslatokkal orvosolni lehet, ezért alapvetően támogatjuk a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen. Schiffer András, frakcióvezető úr, LMP. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Tisztelt miniszterelnök úr, az önök kormányprogramjából idéznék pár mondatot. A bevásárló központok azonban, noha közöttük is erősödik a verseny, a hazai beszállítókkal szemben olykor nyomasztó erőfölénnyel rendelkeznek. Ezt az erőfölényt kihasználva pedig a nagy bevásárló központok meglehetősen kiszolgáltatott helyzetbe hozzák a hazai beszállító kis- és középvállalkozókat és a gazdákat. Gyakorta a bevásárló központok nyomott áron a beszerzési árulat értékesítik a hazai termelők termékeit. Szintén elterjedt gyakorlat, hogy a sok esetben jobb minőségű hazai terméket a bevásárlólánc valamely saját termelőjének termékére cseréli le, még akkor is, ha az gyengébb minőségű. Majd ezt követően a kormányprogramban egyébként nagyon helyesen arra utalnak, hogy különböző piacszabályozó eszközökkel kéne a hazai termelőket, a helyi termékeket helyzetbe hozni. Azt gondoljuk, hogy ez a helyes irány, nem adott esetben külön adókon való gondolkodás. Mi azt szeretnénk kérni, hogy addig, amíg ezek a megfelelő piacszabályozási eszközök elkészülnek, rendeljünk el egy plázastoppot, egy építési moratóriumot, egész egyszerűen azért, mert a 24. órában vagyunk. A 24. órában vagyunk azért, mert jó néhány helyen az országban gyakorlatilag lehetetlenné tette ez a bevásárló központ építési boom, hogy a helyi termékek, a helyi piac, az ehhez kapcsolódó termelési kultúra újra életre keljen. Szeretnék utalni továbbá arra is, hogy túl azon, amit Szabó Rebeka képviselőtársam az imént elmondott, ez nem pusztán csak a helyi termelésről, a vidékfejlesztésről szól. A meggyőződésünk az, hogy akkor, amikor a helyi termelés újraélesztését kezdeményezzük, akkor, amikor egy ilyen plázastopp elrendelését kezdeményezzük, legalább annyira gondolunk arra is, hogy hogyan lehetne a helyi közösségeket újjáéleszteni. Ez a plázastopp azt is szolgálja, hogy újra éledjenek azok a közösségi terek, ahol a helyi kultúrát újjá lehet éleszteni szerte Magyarországon. Köszönöm szépen! Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e az elhangzottakra reagálni. Szabó Rebeka képviselőasszony. 2 percben.
Köszönöm a szót. Igaziból röviden csak annyit mondanék, hogy köszönöm a támogató hozzászólást, és én azt gondolom, hogy természetesen amennyiben az plenáris ülésen meg tudjuk vitatni ezt a törvénymódosító javaslatot, akkor mindenféle konstruktív módosítást szívesen fogunk látni, és nagy örömünkre fog szolgálni, hogy meg tudjuk majd tárgyalni ezt a nagyon fontos kérdést. Köszönöm. Köszönjük szépen, tisztelt országgyűlés. Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e Szabó Rebeka és képviselőtársai által előterjesztett TPER 2601-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. 265 igen, 70 nem, egy tartózkodás mellett társadalmazatba vette az országgyűlés. Tisztelt országgyűlés, az MSZP képviselőcsoportja a házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az országgyűlés döntsön a számvevőszéki és költségvetési bizottság által elutasított, a természetes személyek adósságrendezési eljárási szabályairól szóló TPER 2895-ös számú törvényjavaslat társadalmazatba vételéről. Megkérdezem, hogy az előterjesztők nevében igen, Simon Gábor képviselő 5 perces időkeretben. Kérem a tisztelt házat, hogy ha szeretnének a hosszú szavazási procedúrák végéhez érni, akkor adják meg a lehetőséget, hogy normálisan dolgozhassunk. Annyiszor fogok közbeszólni, ahányszor zaj lesz a házban, mert nem lehet, nem hallom én magam sem, hogy mit mondanak a képviselők. Simon Gábor úr, a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház képviselőtársaim. A forint gyengülésének talán legfájdalmasabb magyarországi hatása a korábban devizában eladósodottak helyzetének radikális romlása volt. Egy éve várunk arra, hogy érdemi megoldásokat, hathatós megoldásokat terjeszten elő a kormány. Már egy éve eltelt, hogy bejelentette miniszterelnök úr ebben a házban a Nemzeti Eszközkezelő Társaságnak a létrejövetelét, amely a lakáshitelesek megsegítésének érdekében egy fontos döntés volna. Mindez idáig ebből nem valósult meg semmi, sőt most azt látjuk Matolcsi miniszter úr írásban meglévő nyilatkozata alapján, hogy ez maximum legkorábban ősszel jöhet létre. Mondhatjuk azt, tisztelt képviselőtársaim, joggal, hogy a kormány ezekben az ügyekben érdemi megoldási javaslatot mindez idáig nem terjesztett elő. Ugyanakkor a probléma nem lett kisebb. Úgy gondolom, közös érdekünk az, hogy ennek a sajnálatos helyzetnek az eredményes megoldása megtörténjen, és ehhez, tisztelt képviselőtársaim, az MSZP kidolgozta a saját javaslatát. Egy olyan átfogó megoldást kínálunk, amely valamennyi adós helyzetén tudna érdemben javítani, a devizahidelesekén épp úgy, mint a közüzemi számlatartozással rendelkezőként. Sőt, hogy könnyítsem önöknek a döntését, ez nem önmagában az MSZP-nek a javaslata, hanem szakmai szervezetek, civil szervezetek, vagy a devizahiteleseket képviselő, érdekképviselő szervezetek egyöntetű kérése, hogy ez a törvénye szülessen meg. Javaslatunk a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos eljárás, egyszerűbb nevén a magáncsőd intézményének a bevezetése, amely rendezett, szabályozott kereteket biztosítana a természetes személyek adósságrendezéséhez. A részletesen kidolgozott törvényjavaslat az országgyűlés előtt áll, közel 2 hónapja, előrelépés azonban nem történt. Az adósságrendezés javasolt szabályozása átfogó komplex eljárás, amely során biztosítaná az adósságrendezést a jelenlegi helyzethez képest. A javaslat szerint a jogintézmény bevezetése javítaná az adósnak a hitelezőkkel történő megegyezésének az esélyét, és biztosítaná az adós és családja számára a társadalomban és nem utolsó sorban az adófizetők táborába történő visszatérést, a végleges lecsúszás helyett az adós egzisztenciális újrakezdésének a lehetőségét. Az eladósodás következményeinek nem pusztán tüneti enyhítéséhez járulhatna hozzá a jogintézmény. Az állami szerepvállalás mellett hozzájárulhatna az adós és hitelező közti egység létrehozásához, az adós életvitelének, döntéseinek pozitív irányba történő megváltoztatásához, valamint ahhoz, hogy az adós a törlesztési eljárás lezártakor mindegy tisztalapot kaphasson. Az MSZP a nemzeti együttműködés jegyében partner az adósságcsapdából történő kitörés szolgáló megoldások kidolgozásában, és felajánlja a segítségét a kormány számára is. Éppen ezért kezdeményezzük a TPER 2895 számú törvényjavaslat társsorozatba vételét. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt kormánypárti többség, önökön múlik, élnek ezzel a lehetőséggel, de a tét, családok tízezreinek a jövője hatalmas. Kérem, ennek szellemében hozzák meg a döntésüket. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Most képviselő csoportonként egy-egy hozzászólásra nyílik lehetőség. 2 percben először Z. Kárpát Dániel képviselő úr, Jobbik. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! El kellett mondani azt, hogy az MSZP által beterjesztett csomag javaslatai sok esetben szó szerint összecsengenek a Fidesz vagy korábbi terveivel, vagy megvalósított programpontjaival. A lényegről nem beszél sajnálatos módon, a lényeget nem változtat. Mi szerint az utóbbi időben kialakult helyzetet nem orvosolja, és továbbra is a gyarmatosító bankrendszer bizonyos szereplőinek az érdekeit képviseli, ahelyett, hogy Magyarországon segítene. Például a Kokáért az öncsőt felvezetett intézményeivel kapcsolatban, mert feltetjük a kérdést, hogy 8 év alatt ez miért nem került bevezetésre, ahogy a KDNP korábbi javaslata a családi csődvédelem is érdekes módon eltűnt, nem csak ebből az előterjesztésből, az összes többiből, ami az utóbbi időben szerepelt, valahogy ezt a történelem elvitte, nem tudjuk, hogy hová. Kijelenthető az, hogy a megoldáshoz való eljutás érdekében meg kéne nevezni az egyértelmű felelősöket, a kereskedelmi bankok csoportja közül azokat, akik folytatólagosan visszaéltek a fogyasztók a szerződő feleknek a bizalmával. Ki kéne jelenteni azt is, hogy deviza hitelezés címsz alatt egy hazugság folyt, mely nem deviza, hanem deviza alapú hitelezés volt, és a lényege az volt minden esetben, hogy a nemzetközi spekulációk által felvert kamatlábak terheit átterheljék a fogyasztókra, a bankok pedig így módon extra profitra tegyenek szert. Úgy érezzük, hogy valódi megoldást, rendszer szintű megoldást nem lehet elérni, akkor, hogyha egyik kormány a másikra ciklusonként tologatja át ennek a felelősségét. Végül pedig nem lehet addig sem előrelépést elérni, amíg nem mondjuk ki, hogy a megoldáshoz igenis a devizahitelek forintosítása vezethetne el, a felvételkor járfolyamra való visszaváltás, hiszen a bank is akkor tette le azon letétjét, kockázati letétjét, amikor is ez a szerződés megköttetett. Végül nagyon fontos lenne az, hogy egy nemzeti krízis kezelő jön létre, mely a hitelek kezelésében segít magyar családok számára, kitolva a futamidőt, könnyebbé téve a részletfizetést, az öncsőd, társadalmi öncsőd intézményét pedig vezessük be mindenáron, valódi családvédelemmel, drákói fogyasztóvédelemmel, és végre megnevezve azokat a felelősöket, akiknek köszönhetően eljutottunk eddig a pontig. Rogán Antal, képviselő úr, Fidesz. Rogán Antal képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Figyelemmel hallgattam itt a Magyar Szocialista Párt képviselőjét, és mindössze egyetlen egy dolgot hiányoltam az által elmondottakból, azt, hogy ki a felelős azért, hogy az a példátlan helyzet előállt Magyarországon, hogy egyébként nálunk van a világon kiejegyzett összes svájci frankhitelnek az 1/10. Ki a felelős azért, hogy a magyar háztartások egy jelentős része svájci frankban adósodott el? Ki biztatta fel erre annak idején részben a bankokat, és részben segítette ezt a folyamatot? Kik voltak kormányon akkor, amikor nem hozták meg azokat a lépéseket, amely lépéseket egyébként más közép-európai országokban meghoztak? Mert ha megnézik, akkor Csehországban ez a helyzet nem következett be, Lengyelországban ez a helyzet nem következett be. Ha jól emlékszem, akkor abban az időszakban, amikor a devizahitelek elburjánoztak Magyarországon, akkor a Magyar Szocialista Párt kormányzott, nem? Akkor 2004-ben, 5-ben, 6-ban, 7-ben, 8-ban, 9-ben hol voltak azok a megoldási javaslatok, amelyekről önök itt beszélnek? Úgy érzem, hogy sehol. Tehát tisztelt képviselőtársaim, én itt jelentős önmérsékletre szeretném kérni a Magyar Szocialista Párt frakcióját, és azt pedig szeretném leszögezni, hogy azt gondolom, a kormány által meghirdetett otthonvédelmi akcióterv, amelynek a törvényjavaslatai rövidesen a ház elé kerülnek, a jelen helyzetben a lehetséges maximumot hozza ki megoldásként, ráadásul úgy, hogy abban közösen vállalják a terheket részben a hitelt felvevők, jelentős részben a bankok, és egyébként természetesen, amennyire ezt a lehetőségei megengedik, a költségvetés, illetve azokon keresztül az adófizetők. Úgyhogy arra kérem a Szocialista Pártot, hogyha lehet, akkor ezt a javaslatát inkább vonja vissza, és a kormány otthonvédelmi akciótervét pedig támogassa, és egyébként ne feledkezzenek el arról, hogy beismerjék saját felelősségüket etéren a választók előtt. Ercsei Katalin képviselőasszony, LMP. Szépen elnök úr, én eltekintenék a nagyívű politikai beszédektől. Egy praktikus szempontból szeretnénk támogatni ezt a javaslatot. Egész egyszerűen a magáncsőd intézmény ma Magyarországon nem létezik. Kész tervezet van rá, mert az előző kormányzat elkészítette. Én nem fogok elmúlt 9 évezni, de ugye lassan látni kell, hogy már elmúlt 1 év azóta, amióta erről beszélünk. Tehát ezt az intézményt, ami része kellett volna legyen az ön által benyújtott csomagnak, Rogán képviselőtársam, és része volt a mi 7 pontos csomagunknak, amit természetesen nem vettek társorozatba.
támogatja az LMP frakció ezt a javaslatot, és kérjük, hogy vegyék társasorozatba. Köszönöm. Tóbiás József képviselő úr, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt ház!